Továbbra is jól húz a magyar gazdaság, erről beszélt híradónknak Győr országgyűlési képviselője. Sima Robert Balázs kiemelte, több mint 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon. A foglalkoztatás 70% fölött van, a munkanélküliségi ráta pedig mindössze 3,5%. Mindezek ellenére van még tennivaló a foglalkoztatás területén, és arra is fel kell készülni, hogy Európából begyűrűzik az ott már jól érzékelhető visszaesés. Hogyha a foglalkoztatást nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy mintegy 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, ez 830 ezerrel magasabb, mint 9 évvel ezelőtt volt. Hogyha a munkanélküliségi rátát nézzük, az 3,5% körül van Magyarország viszonylatában, itt a régióban, illetve Győr városában 1,5% alatt van most már tartósan, és hogyha a foglalkoztatási rátát nézzük, az pedig 70% fölött van, a rendszerváltoztatás óta nem volt ilyen magas. Én azt gondolom, hogy ez egy stabil alapot biztosít. Ezzel párhuzamosan azonban oda kell figyelni azokra a tendenciákra, amelyek a világgazdaságban és Nyugat-Európában zajlanak, ez pedig elsősorban a járműgyártás területén egy stagnálás. Ahogy az országot, úgy Győrt is érinteni fogja a gazdasági erősödés lassulása. Erről is beszélt a képviselő, aki üdvözölte, hogy a multik támogatása mellett most egy kifejezetten a KKV-kat segítő stratégia készült, ez pedig a győri és Győr környéki cégeknek is jól jöhet. Ha Győrre tekintünk, akkor azt látjuk először, hogy nagyvállalatok, több ezer vagy több tízezer főt foglalkoztató hazai, illetve nemzetközi tulajdonban lévő vállalatok is jellemzik a győri gazdaságot. Ugye ezek a vállalatok elsősorban a világpiacra termelnek, tehát érintheti őket az a bizonyos stagnálás, amiről az imént váltottunk néhány gondolatot. Párhuzamosan az ő beszállítói partnerei között viszont nagyon sok olyan magyar tulajdonban lévő kis és közepes méretű vállalkozás van, akik ennek szintén a hatását érezhetik, és éppen ezért fontos az, hogy az adópolitikával és az egyéb lehetőségekkel, gondolok itt a képzésekre is például, a kis és középvállalkozásokat meg tudja erősíteni a magyar kormány politikája. A képviselő megerősítette, a győri gazdasági körzet továbbra is a magyar gazdaság zászlós hajója, egyre több cég találja meg számítását például a helyi ipari parkban. A vállalatok nem csak jó helyet és kedvező adózási környezetet találnak a megyeszékhelyen, de jól képzett munkaerőt is, hála a helyi középiskoláknak és a folyamatosan fejlődő egyetemnek.